Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Előjáróban annyit, hogy szivárványos posztumál liberalizmus címmel olvashattunk a Megyei Labban egy cikket, meg egy nagy kolumnás cikket, meg kell, hogy valljam, hogy felkaptam rá a fejem, hiszen tisztán és világosan mutatja meg, hogy mi az, amit meg kell élnünk a jelenben, így felkiáltó jellel a mindennapjainkban. És úgy gondoltam, hogy meghívom a szerzőt, hogyha úgy tetszik, élőben beszéljünk erről, leginkább a liberalizmusról, a rendszerváltó kelet-közép-európai új demokráciákat sújtó neoliberalizmusból. Vendégem Lukácsi József, Közíró, a Vörösmarty Társága alelnöke. Tisztelettel köszöntelek. Én is köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást. No, és hoztam egy rövid gondolatsort Illyés Gyulától ennek kapcsán, az Éden elveszítése címmel. Ő azt írta, hogy ősidők óta kísértette az ember a hiedelmet, hogy nem egy Isten van, hanem kettő. Egy jó és egy rossz, és azok viatala dönti el a világ dolgát, de aszerint, hogy mi melyikük táborába állunk. Istenek nem élnek, de a táborok állnak, és a küzdelem egyre keserűbb, és a legnagyobbak is azt mondják, döntőre kerülhet sor. Mégpedig most épp a rossz felé. És mi fordítható rajta? Mi méhek a sasok csatájában? Érdekes felvetés. Érdekes felvetés, és azokban az időben, amikor ezeket a sorokat Illyés Gyula leírta, még a jó és a rossz választások között jobb volt a helyzet, mert az embereknek nagyobb fele talán valahol belül a jót választotta. Ebből csak azt akarom mondani, hogy a régi, valamikori társadalmak egy szakrális hierarchia alapján működtek, ami azt jelenti, hogy a munkának, az ünnepeknek, a pihenésnek, a feladatoknak megvolt a maga rendje, elsősorban a vallási tanok által meghatározott rendje, de az évszakok, a napszakok és a természeti jelenségek változása alapján, és ezek az emberek megismerték a saját létüket, volt létismeretük, önellátásra rendeződtek be, csak annyit termeltek és hoztak létre a javakból, amennyire szükségük volt, azaz a létismeretük alapján harmonikusan, alázattal, szolgálattal és szeretettel beilleszkedtek a saját életükbe, a saját létük értelmezési keretébe, azaz ezekben az időkben még nem volt gazdasági növekedés, mert nem volt szükség rá. Ma már sokkal rosszabb a helyzet, mert legalábbis Európában az európai civilizációt illetően a vallás, a vallási tanok már csak tulajdonképpen egy szellemi skanzenné, egy spirituális múzeummá alakultak. Van, aki úgy fogalmaz, hogy egy hétvégi hobbivá váltak, és tulajdonképpen a francia forradalommal kezdődően a történelmi egyházak, elsősorban a katolikus egyháznak a kiszorítása elkezdődött a társadalmi, gazdasági, politikai életből, és a katolikus egyház ennek meg is felelt, és a történelmi egyházak, úgy a katolikus, a református, a protestáns egyházak és a többi történelmi egyházaink tulajdonképpen a veszélyben lévő, manapság a veszélyben lévő európai kultúra és civilizáció védelmének az élére kellene, hogy álljanak. Nos, megérkeztünk az írásodhoz. Egy rövid összefoglaló. A rendszerváltás idején kivételesen fontos volt számunkra, mint például a nyugat-európai liberális demokráciák által alkalmazott államhatalom politikai kínálati és keresleti gazdaság teljesítménye, felépítménye. Ennek köszönhetjük az általános és titkos választásokat, a párti parlamenti demokráciát, a hatalmi ágak szétválasztását, a magántulajdon alapján működő piacot, önálló piacot, az állampolgárok törvény előtti egyenlőségét, az igazságszolgáltatást, a vallást, a toleranciát, a társadalmi szolidaritást, a gondolat, illetve a véleménynyilvánítás szabadságát. Aztán valami megváltozott. Igen, hát ezek a klasszikus liberalizmus elvei, tulajdonképpen a klasszikus jogállamiság elvei, amelyek alapján a történelem által bizonyítottan is, ezelőtt 20-30-40 évvel még a nyugat-európai liberális demokráciák működtek,
Ez is bizonyítja azt, hogy a jogállamiság, a klasszikus liberális elvek alapján működő jogállamiság nem valami ködös, megfoghatatlan, megfogalmazhatatlan valami. Ma elég furcsán kezelik ezt a fogalmat az Európai Uniós politikai grémiumainak a képviselői, de csak azért, hogy az ők politikai és gazdasági érdekeinek megfelelően bármilyen elvet, bármilyen jelenséget lehessen ebbe a fogalomba beilleszteni, belekeverni. Ez a fogalom, mint ahogy felsorolásra került az előbb, abszolút tiszta fogalom, mikor még 90 előtt, a rendszerváltás előtt a közép-kelet-európai országok a rendszerváltás folyamatában voltak, ebbe az Európába kívánkoztak, és lehetőséget is kaptunk rá az új évezlet első évtizedében a hasonló nehéz történelmi sorsot megélt országokkal együtt. Magyarország 1999-ben lépett be a NATO-ba, majd 2004-ben az Európai Unióba, a többi tagállammal azonos jogú független országként. Aztán valami megváltozott valóban. Ebben az időben még mikor Fukuyama azt írta, hogy itt minden csodálatos és a történelemnek vége, nem lett vége, hanem a jelenségek egy nagyon rossz, és ma már az európai nemzetekre veszélyes útat vettek, és pedig azért, mert az Európai Unió jogelődjeinél is már, az Európai Szén- és Acélközösségnél, a közös piacnál, azaz az Európai Gazdasági Közösség esetében is a centralizációs elvek már megvoltak, hiszen ennyi jegyében készült el valamikor a közös gazdasági és piaci tervezet, illetve ennek kapcsán jött létre utólag az információ, az áruk, a tőke és a munkaerő szabad áramlása. Azokban az időben, amiket most emlegetünk, még az Európai Bizottságnak az eredeti feladata a szerződések betartása volt, az Európai Parlament pedig az Európai Tanács által teljes konszenzussal létrehozott határozatokat kellett, hogy törvényként elfogadja. Még egy kicsit menjünk vissza az időbe, 1992. Maastrichtba látogassunk el, hiszen a nemzeti hatáskörök, illetve az uniós szabályozások ott tisztán és világosan megjelentek, és én azt gondolom, hogy amit az imént említettél, a volt Varsói Szerződés szocialista tagállamai nagyon örültek a rendszerváltást követően, hogy ennek most, mármint az előző időszaknak vége. Igen, és mikor 1992-ben a Maastrichti szerződés aláírásra került, akkor tulajdonképpen szerkezetileg és formailag alakult ki az Európai Unió mai formája. Vannak, akik még visszaemlékeznek arra, hogy először Magyarországot, Csehszlovákiát, majd később Csehországot, Szlovákiát és Lengyelországot akarták felvenni az Európai Unióba. Ez a 90-es évek végéig így volt, és a legnagyobb gazdasági teljesítmény, társadalmi, politikai, kulturális teljesítmény hierarchiájában Magyarországot még az első helyre sorolták. És nagy reményekkel voltunk ez iránt, az esemény iránt, ami aztán jóval később következett be, mint ahogy ezt gondoltuk volna. De akkor már az első jelek már jelentkeztek, és nem ezt a négy országot vették fel, hanem egyszerre 10 országot vettek fel, és utólag tulajdonképpen kiderült, hogy ez a rendszerváltásnak becézett folyamat, ez egy tulajdonképpen egy piacbővítés volt. Az amerikai székhelyű és Európában is jelentős gazdasági és politikai befolyással rendelkező gazdasági és média elit részére. Egyre inkább jöttek a rések, és pontosan ezért egy kicsit, és az átalakulás nem különben, ezért nézzük meg egy kicsit, hogy mi a feladata az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek, illetve melyek a feladata, illetve a hatáskörei. Mert hogy ez is változott időközben, méghozzá nem is kicsit. Hát nagyon jelentősen megváltozott ahhoz képest, mint amit az előbb felsoroltam. Ugye a centralizációs elvek, amit említettem, hogy már régen is megvoltak,
azok egyre nagyobb fontosságra és jelentőségre tettek szert, és ennek megfelelően az úgynevezett szupranacionális, tehát európai államok, nemzetek fölötti politikai grémiumoknak a jelentősége, a fontossága megnövekedett. Az Európai Unió egy, az Európai Bizottság egy omnipotens, mindenről döntő politikai bizottság alakult tulajdonképpen, politikai testületté alakult. Az Európai Parlament a bizottságaival együtt döntési legitimációt, döntési jogokat kapott, és ma már az Európai Tanácsban a teljes konszenzussal meghozott határozatok helyett az egyszerű többséggel meghozott határozatokat akarják bevezetni, avval a céllal, ahogy mondta a mostani németországi külügyminiszter, a Szociáldemokrata Pártnak az elnöke Schulz, hogy a külpolitikában jobban tudjanak haladni, de tulajdonképpen ez azért van, hogy utólag a renitens a határozatokat meg nem szavazó államokat meg tudják büntetni. Tehát tulajdonképpen a vétójogot megszüntetik. A vétójogot megszüntetik pontosan, és most már aztán annak vagyunk szemtanúi, hogy azok az államok, köztük Magyarország, akik az Európai Bizottság a nyugat politikájával, gazdasági politikájával nem értenek egyet, most már nagyon súlyos nehézségek elé néznek, mert most már forrás megvonással fenyegetőzik az Európai Uniós Parlament. Az Európai Parlament ezt meg is akarta tenni már a jövő évi magyarországi választások előtt, de ezt egyelőre épp a mai sajtó, a mai napilapok írják, de egyelőre az Európai Bizottság még egyelőre nemet mondott. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Úgyhogy ez már csak azért is lehetetlenség és igazságtalanság, mert az Európai Uniónak a költségvetése a tagállamok befizetett pénzéből van, befizetett tagdíjából van, hogy így mondjam. Márpedig ez tulajdonképpen egyféleképpen ezek az államok még mindig nettó befizetők, ami azt jelenti eredetileg a nettó befizetés, hogy többet fizet be a közös kasszába, mint amennyit kap. Ma már nem biztos, hogy numerikusan, pénzügyileg így van, viszont a befizetett pénzekből az Európai Unió a saját államainak, a saját nyugati államainak ad ezekben az országokban, így Magyarországon is befektetési lehetőséget. Ezek az országok a kedvezmények okán az üzemtelepek megközelítésére és telephelyének létrehozására több 10 millió euróval járulnak hozzá. És ezek a német, francia, skandináv és más cégek a nyerességüknek nagy részét az országból kiviszik, tehát az a pénz, amit tulajdonképpen az államok befizetnek a közös kasszába, végül is kétszeresen, háromszorosan az országból kikerül. És hogyha azt mondjuk, hogy Magyarországunk a GDP egy évben mondjuk 70%, ez papíron 70%, de ennek a legalább 50%-át, ha nem valóban sokkal többet a multinacionális cégek kivisznek a saját bázisukra, és a Magyarország a maradék 30%-kal gazdálkodik egy költségvetés évben. Miközben a politikai befolyásuk nő mindenféle, hát tehát nem csak a gazdasági, hanem a politikai befolyásuk ott, ahol a pénz, ott a befolyás. Föderalizmus kontra szuverenitás. Ez is megjelenik, hiszen egyre inkább halljuk ezt az Európai Egyesült Államok víziót, ami azt gondolom, hogy az legalábbis ahogy mi tájékozódunk, mert azért tájékozódunk folyamatosan, valóban egy vízió, amit bizonyos értelemben szeretnének elérni, és ezért meg is tesznek mindent. Így van. Az utóbbi évtizednek tulajdonképpen ez a jelensége, ma már ez nagyon erőteljesen érződik naponta az európai politikában, közéletben, hogy ma már a föderalizmusnak és a szuverenitás híveinek az ádászharcát lássuk, vagy bocsánat, látjuk. Ugye az Európai Bizottság, a nyugat-európai államok, az Európai Bizottság, az Európai Parlamenttel, az Európai
tanácsnak nagyobb részével, illetve az Európai Emberi Jogi Bíróság segítségével egy szupranacionális föderatív államot, egy európai szuperállamot, birodalmat akar létrehozni, szupranacionális politikai szervezeteknek a felügyeletével és vezetésével. És ugye ez az alapszerződések tartalmából teljesen ellentétes. Az alapszerződések ezt nem tartalmazzák. Éppen azért került sor, egy néhány hónapja indult el az Európai Unió jövőjével kapcsolatos hosszú távra, közel két évvel tervezett konferencia, amelyekben az európai polgárok is részt vehetnek. Az államok politikai vezetései, az ők politikai véleményüket ennek az évnek a végén készítik elő, és jövő évben lépnek be a véleményükkel, a véleménynyilvánításukkal. Valószínűleg, hogy itt moderátorok is vannak, ami azt jelenti, hogy ezen a szinten is a törlés kultúrája, ami már a közösségi oldalakon rég megvan, tehát hogy a nem megfelelő véleményeket pillanatok alatt törlik. Itt is majd jelentkezni fog, mert a moderátorok között olyan emberek vannak, mint Guy Verhofstadt, aki egy bukott belgiumi miniszterelnök, akit nagyon jól ismer a magyar, azok a magyar állampolgárok nagyon jól ismernek, akik a közéletet és az európai közéletet közelebbről figyelik. És ezek az emberek valószínűnek, hogy a föderatív ellenes véleményeket majd törölni fogják, és ennek a mega véleménynyilvánításnak, konferenciának, széles horizontú konferenciának az a célja, és majd az lesz a végkimenetele, hogy itt Európában mindenki föderatív Európát akar. Most már az úgy érzékelhető, hogy a föderatív Európát a migrációt is, és a szexualitás átpolitizálással kapcsolatos kérdéseket is az európai lakosság egyre jobban elutasítja, egyelőre egy passzív ellenállás formájában, de hát azért naponta jelennek meg most már a törlés kultúrájának ellenére olyan cikkek, olyan véleménycikkek, olyan véleménynyilvánítások, amelyek ezt mutatják. Tehát jelen esetben megérkeztünk a globális háttérhatalomhoz, illetve ahhoz a háttérhatalomhoz, amely nagyon sok mindent tesz azért, és ezzel párhuzamosan kell, hogy essék szó a migrációról, illetve arról a bevándorlási kvótáról, ami mindig nagy port kavar, amikor valaki elutasítja, és főleg most ebben az időszakban, tehát tudjuk az afganisztáni helyzet okán, hogy most még 50 ezerről beszélünk, de lesz az 100, 150, 200 és így tovább. És azt hiszem, hogy ha amikor a globális háttérhatalomról beszélünk, akkor nagyon is tetten érhető, hogy mi a szándék. Mert ráadásul az erős, ahogy tetszik, erős nyugat-európai országok, élén Németországgal teljes egészében egyetértenek ezzel, holott azért látjuk, hogy Franciaországban és Nagy-Britanniában is komoly problémákat okoz, ha úgy tetszik, migrációs válság van. Így van, most már 2015 óta migrációs válság van. Csak így zárójelben jegyzem meg, hogy a Brexit, azaz Nagy-Britanniának az Európai Unióból való kilépése az a jelenlegi időkre mindenféleképpen árnyékot vet, még akkor is jelzésértékű, hogyha az európai uniós politikusok és bürokraták erről egyáltalán nem beszélnek, ez zárójel. Én azt szoktam mondani és azt szoktam leírni, hogy a valódi apokalipszis az 2015 tavaszán kezdődött a globális háttérhatalom által fizetett irányított bevándoroltatással, az invázióval, azaz a migrációval, ami tulajdonképpen Európára, a Közép- és Kelet-Ázsiából, most már ugye az afganisztáni események után, most már Afganisztánból is jelentős, tömeges bevándorlás, és tulajdonképpen az iszlámot hozzák be Európába, és itt jön vissza, vagy itt térhetünk vissza arra a kérdésre,
hogy a teljesen deszakralizálódott Európában, Európára, európai lakosságra, amelynek az államalkotó nemzetek száma nagymértékben csökkent, tehát a demográfiai mutatók tudjuk, hogy minden európai államban, nyugaton is, Közép-Európában is, Magyarországon hál' Istennek van már egy megtorpanás a családvédelmi törvények következtében, tehát a számuk csökken, és mivel az európai lakosság hitetlen, tehát ezelőtt néhány percen mondtam, hogy a valódi vallásgyakorlás az már nincs, a vallás csak egy szellemi skanzen, a rendkívül erős hittel, rendkívül a halálhoz, az iszlám törvénykezéshez rendkívüli mértékben vonzódó és azt figyelembe vévő elsőrendűennek tartott iszlám tulajdonképpen az LMBTQ tanokkal együtt tulajdonképpen egy önazonossági és faji katasztrófába tereli az európai államalkotó nemzetek polgárait. Ilyen irányban egyre több megszólalás van, a legintenzívebb megszólalások különböző tábornokoktól, aktív és nyugdíjas tábornokoktól, íróktól, értelmiségiektől Franciaországban jelentkezik majdnem naponta a francia sajtóban, illetve vélemények a francia különböző televíziós csatornákon és online felületeken. Megérkeztünk a szivárványos totalitárius rendszerváltáshoz, kérem szépen, hiszen az előbb szörmentén szóba került. Igen. Már az LMBTQ, de azt hiszem, hogy ez megint egy olyan rendszerváltást szeretnének, amivel mi köznapi emberek nem nagyon értetünk egyet. Sőt. Én ezt egy nagyon-nagyon szomorú dolognak tartom, mert ebben az írásban, amit megtisztel, hogy megemlítettél, leírtam azt, hogy az elmúlt évtizedekben soha nem volt illdomos, nem volt kulturált dolog a különböző a nemi életről, vagy más a normális, hagyományos nemi élettől eltérő nemi orientációkról beszélni sem a közéletben, sem a magánéletben. Hiszen ezek hálószobatitkok, és minden embernek a legintimebb magánéletéhez tartoznak, amit tiszteletben kell tartani. Ezek az ügyek nem közügyek, ezért sajnálatos, hogy a szexualitást ilyen mértékben átpolitizálódott, de mindezt úgy, hogy a hagyományos vallási, nemi és nemzeti identitások lebontásával együtt, és ennek pedig az a célja, hogy ha valakinek mindenfajta identitását megszüntetjük, akkor az teljes mértékben elveszti az önazonosságát, és nagyon könnyen ellenőrizhetővé válik. Márpedig az új digitális technológiák, a mesterséges intelligencia, a videócsatornák, a közösségi oldalak a magasfogó technológiával olyan dimenziókat nyitottak meg ilyen értelemben, ami eddig elképzelhetetlen volt, és ezekkel valósítják meg tulajdonképpen az identitásától, műveltségétől, értékeitől, a normalitásától, a normalitás alatt a hagyományos európai értékeket értem, megszabadított, teljesen ellenőrizhetővé vált embert. Nos, hát így a beszélgetés végén akkor felmerül a kérdés I. és Gyulá után szabadon, hogy mit tehetünk akkor mi méhek? Mi a dolgunk? A hát van dolgunk, természetesen, mert egy dologról ne feledkezzünk el. Én mindig is nagyon nagy figyelemmel követtem a hazai, a Kárpát-medencei, az európai politikát, irodalomtörténettel, történelemmel és eszmetörténettel foglalkozom már hosszú évtizedek óta,
de a szélesebb vertikumú geopolitikai jelenségeket is, lásd a mostani afganisztáni jelenségeket is, az is megérne egy misét, hogy ott mi történik, és miért történik, és mi ennek a célja. Ugye Amerika most kibomult, zárójelben mondom, és azt, hogyha ott hagy egy nagy politikai vákumot, és arra számít, hogy a hagyományos regionális ellenérdekeltségek háborúvá alakulnak esetleg Kína ellen, ennek borzasztó következményei lennek az országra, de ha Kína ezt mégis ki tudja védeni, ennek borzasztó következményei lennének Amerikára vonatkozóan is zárójelbe zárva. Azt nem kell elfelejtsük, hogy vannak gyerekeink és unokáink. Hogy mi azért vagyunk mindnyájan a világon, nem csak azért, hogy valahol otthon legyünk benne, ahol Tamási Áron mondja, de most látjuk, hogy ennek a mondatnak mekkora jelentősége van, hanem azért, hogy az, amit a sors és a jóisten ránk mért, azt a feladatot elvégezzük, hogy gyerekeket vállaljunk, a tudásunkat, a szeretetünket, a gondosságunkat, a neveltetésünket nekik átadjuk, hogy ők átadhassák a következő generációnak, és fenntartsák továbbra is a külső, az ember és az emberiség külső természetét és belső természetét. A külső természet a föld eltartó, biológiai eltartó képessége, lásd klímavédelem, a belső környezetünk pedig az érzelmi, lelki és szellemi intellektuális képességeink. Ezeket csiszolni, művelni vagyunk hivatottak azért, hogy ha bemegyünk egy templomba, és átadjunk magunkat egy a szó nemes értelmében vett áhítatnak, és Isten előtt imádkozunk, akkor jó lelkismerettel, tiszta fejjel tudjunk Isten előtt imádkozni. Történjék így, köszönöm szépen. És hát tegyünk érte, kedves nézőink, és köszönöm önöknek is a figyelmet. Gondolják át az elhangzottakat, és tényleg tegyenek érte. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!